Magyarországon van munkanélküli? Nincsen. Hivatalosan nem is lehet. Szocialista rendszerünkből következik, hogy nem engedjük a munkanélküliséget, mindenkinek biztosítjuk a munkához való jogot. A hivatalos munkaidő kezdése utáni 38. percben a brigád legszorgalmasabb tagja dolgozni kezdett. Ők is elkezdték. Várjuk a billencset. Addig, amíg nem jön, nem tudunk mit csinálni. Tudjuk meg egész őszintén, hogy riheljük ezt a melót. Egyszerűen riheljük. Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. 10 óra 40 perc. Tolják a talicskát. Ketten. 11 óra 20 perc. A talicska megvan. Ő is megvan. A többiek nincsenek meg. A legközelebb a munkához azok állnak, és a legtöbb örömöt azoknak okoz, akik nézik. Egy dolgozik, a másik nézi. Kettő nézi, és egy dolgozik. Hárman nézik a dolgozót. Valaki dolgozik, és a nézőtér. Ilyen gyárban, olyan gyárban, folyton lábúj hegyen jártam, ha ne legyen most semmi lárma, szemdolog a melós álma, ha mire várnak itt? A buktáda. Maga is buktáda vár? Hol kellene dolgozniuk? Fönt a mechanikába, csak oda nem nagyon szokták, késő hozzák föl. A buktát? Igen. Szintén buktára? Igen. És mióta vár itt? Hát 5 perce. És mennyit vár még? Látom, nézi a konyhát. Azt mondták 10 perc, szóval lesz, hát most már 5 perc körülbelül. Ez minden nap így van. És mennyi a reggeli idő? 4 óra. És ebből lesz fél óra, 3 óra. Hát sajnos, igen. Kérem szépen, hát itt szoktunk eljönni és megvenni ezt a kis buktát és megenni. És most kivigyázz a gépére. Hát kérem szépen, ott megyen, ide hallom. Azt eddig a frás se tudta, 43 perc a bukta. Történt egyszer, hogy a külső Bécsi út lakói fedett autóbusz megállót kértek, hogy az esőtől és hótól védve legyenek. Mivel a kérés jogos volt, rövid, pár éves húzavona után megkapták. Na jó, hát még nem tökéletes, Istenem. A tető az igazán ráér. A lényeg az, hogy a várakozók az esőtől és a hótól védve vannak, kivéve azt a ritka esetet, ha felülről esik a csapadék. Az egyik budai utcában hosszú ideje jégtelenkedik egy gödör. Bejelentették. Akkor jött két célszerű ember, hogy betevesse. Jöttek, láttak, mértek, ettek, értekeztek, és mentek. Valami más fontosabb munkára. A gödör ráér. A munkaerő rossz kihasználtsága és a nem törődömség mellett a sajtó a legtöbbet a magyarok alkoholizmusáról cikkezett. Magyarországon jelenleg 150 ezer alkoholista van. Ezzel az arányjal a világ országainak listáján a 14. helyen állunk. A KGST országok közül pedig az elsőn. Az alkoholfogyasztás abszolút mértékű növekedése elsősorban az életszínvonal emelkedésének a következménye. Sokan nem tudnak mit kezdeni a szabadidejükkel és a pénzükkel. Ezért kezdetben alkalmi társaságokban, később magányosan alkoholmámoros délutánokat, estéket szerveznek maguknak.